Üdvözlök mindenkit, nekrokrimmel vagyok, jönök is Warframe! Hát nem sok minden történik most ebben a Warframe, mert hamarosan végre kijön Grendel is. Um, de nem erről szeret, nem őról szeretnék beszélni, ahogy szoktam, hogyha kéne egy új Warframe, levetjük magunkat és majd lesz egy rendes Warframe bemutató belőle. Inkább az Epirienről szeretnék beszélni és egy kicsit kitárgyalni azt, hogy esetleg mint egy klán, vagy a klánok, hogyan készüljünk fel ennek az update-nek a fogadására. Abban a szempontból szomorú vagyok, hogy három felé osztották ezt az update-et, reméltem, hogy egybe megkapjuk című történet, és akkor le van tudva a dolog, de nekem ez egy valamit indikál, ez, hogy három részre osztották ezt a dolgot, mégpedig a grindot, amit esetleg mögé tesznek. Remélem, remélem, nagyon remélem, hogy nem lesz egy olyan idegesítő grind, amit a hemával csináltak, mert minden bizony egy nagy projekt lesz, kis klántól nagy klánék, de hogyha egy munklánra, mountainklánra, stormklánra kerül a sor, az valószínűleg egy igen meglehetősen lehetséges, hogy ugyanúgy lesz, hogy hát lehet, hogy farmolni fogunk érteni nem szeretném, hogy ugyanen, illetve hogyha már nagyon sokat farmolik el érte, remélhetőleg lesz az az opció, hogy platér is meg lehet ezt csinálni, venni, szerezni, mert ha tényleg hatalmas grindot raknak mögé, akkor egy munklán esete ez, ez szól. Például a necro Army esetében az eléggé húzós. Lehetséges az árszó. Szóval nekem egy olyan érzésem, hogy ezért lesz felbontva. Valójában ezért lesz felbontva három részre, de remélem, hogy nem lesz igazam. Viszont, amit a klánoknak jó lenne esetleg figyelni, Uh, hogy uh, mire, mire kell figyelniük abban az esetben. Ha megnézitek a trailereket és a videókat, amiket eddig a Digital Extreme kirakott erről a hangáról, ahol ugye mindenkinek az űrhajója be fog állni, ha megnézitek a videókat, ez a hangár, ez hatalmas méretű. Na most, ahogy én nézegettem a játékban, jelenleg Dojo-ban felelhető szobákat, a méretéből adódóan ez a hangár körülbelül nagyjából akkora méretű lesz, mint az új akadálypálya, amit te magad rakhatsz össze belül. Tehát egy nagy, hatalmas nagy kocka, és azt hiszem, hogy méret ügyileg ez nagyjából valami olyasminek fog megfelelni. Ez azt jelenti, hogy lerakni ezt a szobát nem lesz egyszerű Szóval, Hogyha a dojo úgy van megtervezve, vagy épp nincs úgy megtervezve, akkor nagyon-nagyon sürgősen hozzá kell adjál folyosókat, szobákat a, a Dogódhoz, ahhoz, hogy ezt a szobát meg tud építeni. Mivel hogy? Ez a szoba alatt, felett, mellett igazából nem lehet semmi, mert hogy nem fér el, mert ha nem, ha nem akkor nem fér el. Hála az Istennek, amikor a Miklánunk lett tervezve, Annó Falkó úgy tervezte, nem, hát részben tudatosan, de szerintem ő se számított akkoriban rá, hogy lesznek ekkora szobák, mint a legújabb akadálypálya, vagy éppen a hangár, de úgy lett tervezve a dogyong, hogy... Öm, a továbbiakban, a jövőre nézve építkezni lehessen még bele, viszont ez a szoba méretéből adodóan öm, hatalmas lesz, úgyhogy ha esetleg úgy van összerakva klánot, ugye nagyon kis kompakt, nagyon kis cuki, akkor most gondolkodj azon, hogy át kell alakítani, mert hogy... Uh, több mint valószínű, hogy egy-két emelet mélyre kell menjél, vagy egy-két, uh, nem, két folyosó hosszúra biztos, hogy menned kell, hogyha esetleg úgy vannak a az épületeid összerakva, uh, ahhoz, hogy meg tud építeni um, ezt a hangárt. Amit esetleg én legalábbis szeretnék én a nekroármitól, és esetleg te, mint klánvezető kérjél a, a hogy, Nincs már messze ez az update, és ugye jelen pillanatban hamarosan bejön a, a Grendel-féle update is. Nem tudni, hogy az mennyi nyersanyagot fog elvinni tőlünk, mint játékosoktól. De azért jó, hogyha a klán felkészül esetleg az olyan nyersanyagokkal, amik hajlamosabbak, ritkábban esni és gyakrabban felelhetőek. A, a, a dojo építés közben. Például gondolk itt valami ilyesmire, hogy oxium, például, ami egyes ilyen helyekhez lehet, hogy nagy szükség lesz rá, de viszont annyit nem dob a játék, hogy észrevegyük, hogy nincs elég. Esetleg plastid, például az viszonylag jól dobja a játék, de nagyon sok mindenhez kell felhasználni. A dojoban és, és és a többi, és a többi. Szóval nem feltétlenül kell belerakni a vaultba a dolgokat, de jó, hogyha a klán klántagok felkészülnek némileg, betáraznak némileg, és egy kicsit visszafogják a, az építgetést a Foundry-ban addig a pontig, amíg ugye ki nem derül, hogy mennyi nyersanyag tartalmat fog elvinni ez az egész épület. Ezen felül hozzá szeretném tenni, hogy Mörszeg egyik legnagyobb közösségeként, Wolfram közösségeként és klányaként, Uh, mindenképp szeretnénk ezt megépíteni, és hát nem, hogy szeretnénk, meg fogjuk, tehát legalábbis <laughs> <laughs> hogyha kell én magam addig grindolok, amíg megépül ez az egész, szóval uh, meg fogjuk építeni, és azon játékosok, uh, megint csak ugye, akik esetleg uh, nincsenek benne a, egy klánba, vagy a klánjuk inaktívvá vált, vagy valami, azokat szívesen várjuk, szóval uh, nincs különösebb kritériuma annak, hogy csatlakozz a nekroármiós, csak akkor, hogy csak az a kritérium, hogy legyél normális, és mielőtt csatlakozol, azért olvasd el a szabályzatunkat, hogy, hogy tisztában légy vele azzal, hogy hova csatlakozol. Szóval, ja, ez lenne, ez lenne a mostani kis rövid ilyen warframe amik amíg bejön, amíg a, a, a kuva a kuvalícsek bejönnek, és esetlegesen kapunk valami új izgalmas harcot, addig meg hát egy kicsit másfölé is nézegetünk, mint, mint Warframe. De ja, már, már alig várom az epirient, úgyhogy ezért vagyok nagyon szomorú, hogy három részre osztották, és a, a, maga a gameplay része majd ilyen a harmadiknak jön, és ki tudja mikor, az is lesz remélem, 2020 év vége felé feneset uh, fene se tudja, hogy meddig lesz belőle délé. Um, és addig meg ott nézegetjük az, a, 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 azt a hangárt, és csolgatjuk a nyálunkat, hogy Jesus fucker, szóval... Ja, hát kár, 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 hogy három részre osztották, azt kell mondjam. Srácok, ha, ha úgy ezért tudtam segíteni, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel további Warframe -ért. Discord szerverünk, bárki számára elérhető link a videó leírásában. Uh, ja, csatlakozzatok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!